Újoncként vágott neki a bajnokságnak a rakamazi futballcsapat, amely hullámzó őszi szezon produkált. A bajnokság felénél a negyedik helyen áll a Madalina György által irányított együttes, úgy, hogy jobb gólkülönbségével előzi meg az ötödik nagyhalászt. A szakvezetőben maradt hiányérzet az őszi szereplést illetően. Újonc létünkre tényleg újoncok voltunk. A bajnokságot nem is kezdtük jól. Otthon hazai pályán kikaptunk a Tuzsértól 1-0-ra, úgyhogy 11-es strukkadtunk a mérkőzés végén, és 91. perc az kimaradt, 91. percbe gólt kaptunk. És utána jött egy olyan sorozat, amivel elégedetnek kellene, hogy legyek, az is vagyok. 5 győzelem volt, 2 döntetlen. A 2 döntetlen olyan helyen bakta nagyhalász, ami úgy aránylag elfogadható. Az, hogy azokat a meccseket is meg lehetett nyerni, meg lehetett volna nyerni, az hab lett volna a tortán. Nem sikerült, de így is szereztünk 17 pontot. Viszont ami azután következett, annak nagyon nincs magyarázata. 5 mérkőzésből szereztünk 3 pontot, tehát 12-t buktunk. Ha annak a fele megvan és hozzáadjuk a mostani pontunkhoz, akkor azt mondanám, hogy elégedettek vagyunk, mert akkor ott vagyunk a dobogón, talán még egy kicsit megiszoríthattuk volna a Balkányt. A téli időszak egyben az átigazolás időszaka is. Madalina György is szeretné, ha sikerülne megerősíteni csapatát. Ilyenkor nagyon nehéz, mert ilyenkor 2 egyesületnek meg kell egyezni, csak úgy jöhet el a játékos. Sok játékos nem is akar váltani. Nagyon közel van még az átigazolása, a júliusi, és akik oda mentek, akkor azok nem hiszem, hogy fognak váltani. Viszont magyarázatképpen a bukott 12 pontra talán még azt lehetne fölhozni, hogy a támadójátékunk azért nem egy vértes valami volt, és hogyha játékost tudunk igazolni, akkor ezt a csapatrészt szeretnénk megerősíteni. A rakamaz január 10-én kezdi el a felkészülést. A csapat az MLS megyei igazgatósága által kiírt teremtornán és műfőes nagypályas tornán igyekszik megfelelő állapotba kerülni a tavaszi rajtra.